Az eperjesi gázrobbanás következtében kárt szenvedett családok számára gyűjtöttek szerdán Nagykaposon. A kelet-szlovákiai kisváros hagyományos karácsonyi vásárán a Jó Piac standhoz várták az adakozókat. Ďakujeme za Prešov, nech sa páči symbolická prskavka. Ďakujeme veľmi pekne. Egy csillagszóró jár annak, aki a piros dobozba dobja az adományt. Ebbe gyűjtik a civil kezdeményezők a december 6-ai tragédiában kárt szenvedett eperjesiek részére az adományokat. Megkérek mindenkit, nézzék meg, mennyi apró van a zsebükbe. Ha egy pár cent, az is nagyon sokat segít, összefogott egész Szlovákia, fogjon össze Nagykapos is. Ha beléljük magunkat a helyzetükbe, akkor ez a legkevesebb, amit értük tehetünk. Ilyen helyzetben. Úgyhogy ezt szívből adjuk, szeretettel, hogy valamelyest az ünnepeket és az utána levő nehéz hónapokat átvészeljék. A Nagykapos felelős polgárai civil szervezet napokkal ezelőtt egy közösségi oldalon tette közzé a felhívását, amelyben a közelgő szilveszteri petárdázás ellen emeli fel a hangját, a Ne gyújtsd meg, segíts jelszóval. A petárdák és egyéb pirotechnikai eszközök a házi kedvencekre gyakorolt és egyéb káros hatására figyelmeztetnek, illetve arra kérik a környéken élőket, az ezekre az eszközökre szánt összeget inkább jótékonyságra adják. A zajos az embereket énkem személy szerint csak idegesít, mert már nem csak szilvete éjjelén kezdik el, hanem már előtte jóval elkezdik, és még másnap is tart sokszor, és az emberek az állatainkat, például házalatainkat, kutyát, macskát, nem tudjuk, mit csináljunk vele, sokszor be kell zárni. A fantáziának csak a csillagos ég szabott határt a Jó Piac standnál. Itt kézműves házilag készített dísztárgyakat, mézes finomságokat lehetett megvásárolni. Még novemberben közzétették a felhívást a gyűjtésre. Ekkor a jótékonysági vásárt egy királyhelmeci és egy nagykapusi gyerek rehabilitációs költségeinek segítségére hirdették meg. A standnál erre a célra is lehetett adakozni. Sok szeretettel, összefogással, szolidaritással sikerült nekünk összegyűjteni rengeteg sok szép holmit, amit pénzadományra fogunk váltani, és ezzel az adományjal fogok megsegíteni Dávidot és Zillét. Közben már folyt ez az egész dolog, mikor hordogatták nekünk a legyártott, kigyártott holmikat, akkor jött ez a tragédia, hogy felrobbant eperjesen a lakóház, és úgy döntöttük, hogy mi is kapcsolódni szeretnénk. És akkor jött az az ötlet, hogy arra fogjuk invitálni az embereket, hogy ne vásároljanak petárdákat, ne vásároljanak tűzijátékot, hanem arra szánt összeget hozzá kell ide a Jó Piacra. A nap végén Zille és Dávid számára a gyűjtést 2660,76 € zárták. A bajba jutott eperjesiek megsegítésére nyitott bankszámlára pedig 584,21 € utalnak a gyűjtés szervezői.